Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, önök ismét a Weekendet látják. Több kiállítást is ajánlunk ma figyelmükbe. Vendégünk lesz egy csillagász, pályára készülő diák, valamint sportlövészetről is szó lesz. Először azonban jövő hét szombatra, a szelektív szombatra invitáljuk önöket, Csipke Hajnal Tündével. Szia, jó estét! Szia, jó estét kívánok én is! Hát azt gondolom, hogy népszerű ez a rendezvény is, már nem csak azok körében, akik mondjuk környezettudatosak, hanem azon családok körében, akik szeretnének tartalmasan eltölteni mondjuk egy szombat délelőttől délutánt, hiszen nagyon sok érdekességgel készültek minden évben. Mesélj, milyen lesz az idei szelektív szombat. Igen, tehát 13. alkalommal hirdetjük meg a szelektív szombat rendezvényünket, és pont azért, mert nagyon népszerű lett ez a program, ezért beköltöztünk a város szívébe, a Kossuth térre, mert az erdei tornapályán szerveztük meg korábban, de most már a Kossuth téren vagyunk jó pár éve. Ezen a napon ugye a szelektív hulladékgyűjtés köré összpontosul igazándiból minden. Játékokat, vetélkedőket próbálhatnak ki a kilátogató családok, versenyezhetnek is, és hogyha valaki nagyon ügyes, akkor értékes nyereményeket vehet át. De minden gyermeket egyébként megajándékozunk, aki részt vesz a vetélkedőkön, kapnak egy kis menetlevelet, és akkor úgy mehetnek állomásról állomásra, és próbálhatják ki a játékainkat, ami ugye a szelektív hulladékgyűjtéssel tudásukat is bemutathatják, de az ügyességüket is, mert a gyorsaság is sok játéknál nagyon fontos, de nagyon ügyesek a gyerekek, nagyon lelkesek, már tudják egyébként nagyjából, mire számíthatnak, ismerősek a játékaink, de a játékok mellett egész nap színpadi programok is lesznek, tehát ha valaki csak úgy eljön, akkor fellépőket, zenészeket, táncosokat nézhet a színpadon, de lesz ugrálóvárunk is, kézműves sátrunk, kukásautót is hozunk ki, oda is beülhetnek majd a gyerekek. Kipróbálják, ez is nagyon népszerű szokott egyébként lenni, mert a legtöbb gyerek, kisfiú vágya egyébként ez, hogy kukásautón dolgozzon. Tudom, a kisfiamról is, mert ő is mindig integetett a kukásoknak, úgyhogy ez. Igen, az egész olyan izgalmas. Én egyébként, mondjuk én kislány vagy koromban, ez például felmerült nekem, hogy vagy festőművész leszek, vagy kukás, olyan 4-5 éves korom táján. Hát aztán utána elvetettem ezt az ötletet, de tényleg van valami izgalom abban, ahogy jön, hangja van, ugye azt, már maga az, hogy hogy rakják oda a hulladékgyűjtő, mi ez, tehát magát a kukát, az hogy kerül bele ott, mi történik, tehát ezt igazándiból szerintem minden gyerek számára egy ilyen kis titokzatos történet, úgyhogy most akkor testközelből ki is próbálhatják. A másik nagy vágya egyébként a gyerekeknek, hogy legyen egy kukásautójuk, amivel játszhatnak, úgyhogy de egyébként láttam, hogy a cégeteknek van ilyen kis kukás mokettje is, igen. Úgyhogy akár azt is, nem tudom, azzal is találkozhatnak ott a téren a gyerekek? Persze, tehát ajándékot is adunk nekik, kis kukát is fognak kapni, akik játszanak a játékokkal, meg napszemüveget, de egyébként vannak olyan játékok is, mondjuk a Kuka Tündér nevű játékunk, amit kipróbálhatnak, ami kis kukákba szelektálhatják majd a hulladékokat. Ez egy memóriajáték lesz, tehát nem hulladékot fognak beletenni, hanem ilyen kis kártyákat fognak párosítani például, tehát lesznek kint kiskukák is, de nagy kukák is, ugye, hogy azért mégiscsak szelektív szombat, tehát akik kilátogatnak oda, ki tudják majd szelektálni a hulladékot esetleg, hogyha valami szemétbe kerülne. Egyébként bármilyen érdekes, sok esetben ez nem egyértelmű, hogy melyik színű kukában mit lehet, hogy a papírral esetleg össze lehet-e pakolni a flakont, vagy a fémet, vagy az üveget, szóval én úgy gondolom, hogy nem elég, tehát ezt minden évben fel kell frissíteni, talán a gyerekek lehet, hogy egyébként profibbak, mert ők már óviskoruk óta, ugye ez beépül a tananyagba, tantervbe, és hát reméljük, hogy egy sokkal környezettudatosabb
generációt nevelünk ilyen módon is. Úgy látom, hogy azért lesznek fellépők, az Alma Zenekar, a Kelet Brass Band és Csepregi Éva is itt lesz a Kossuth téren. Így van, Ádám és Éva is el fog hozzánk jönni a Tom Familiából. Délelőtt inkább gyerekprogramokkal készülünk egyébként, mert akkor szoktak mindig ugye kilátogatni a legtöbben a családok, tehát akkor olyan az Alma Zenekar, a Gombóc Együttes, Barázs Tamás fogja a bűvész műsorával szórakoztatni a családokat, és ahogy mondtad, te is lesz a Kelet Brass Band, a Menta projekt, úgyhogy elég színes fellépő gárda lesz ezen a napon. Ahogy említetted, hogy ajándékokkal is készültök, amúgy is jellemző ez a cégre, hogy jutalmazzák egyrészt azt, aki valóban a hulladékot például a hulladékudvarba szállítja, és nem valahol az éjleple alatt egy erdő közepén pakolja le, tehát akár utalvánnyal, úgy tudom, most éppen utalványt kaphatnak. Igen. Mi a feltétele ennek? Hát most a hulladéket virágot akciónk kezdődött el ezen a héten. Hulladékudvarokba várjuk a lakosságot, és akkor az előre szelektált hulladékokat lemérjük, és cserébe utalványt, pedig komposztot adunk a lakóknak, az utalvány pedig sok helyen be tudják váltani virágra, könyvre, uh-huh. szemüvegre, tehát igyekszünk minél szélesebb körben beváltó helyeket biztosítani, hogy hát ha minél többen csatlakoznak ez a kezdeményezéshez. Ez nagyon jó, mert most még jó idő van, esetleg a pincékben, garázsokban az ott lapuló, jó lesz még ez az újságköteg valamire történetet egy kicsit összepakolni, és akkor hasznosítani, újra hasznosítani, és gyakorlatilag az utalványokat is lehet majd hasznosítani a beváltó helyeken. Tünde, hát köszönjük szépen, akkor szeptember 23-13. Szelektív szombat Nyíregyházán. Így van, köszönjük a lehetőséget, és mindenkit várunk szeretettel. Kvantumok, konkrétumok címmel nyílt kiállítása Gabulya Márta keramikus művésznek a Nyíregyházi Városi Galériában. Erről következik most egy összeállítás. Több ember számára, aki meghallja, hogy kerámia, akkor egyértelműen azok a mindennapi tárgyak jutnak az eszébe, ami úgy általában körülveszi. Na most azért a kortárs kerámia művészet már nem erről szól. Nem véletlenül, hogyha valaki besétál ide, akkor nyilván nem asztali készleteket, vagy nippeket, ne adj Isten, különböző kisplasztikákat, figurális kisplasztikákat lát, hanem egészen más jellegű tárgyakat. A megismerkedésem tulajdonképpen és a szeretetem az agyag iránt, vagy egyáltalán a kerámia művészet iránt, az Kanadából ered, ugyanis hát 20-30 évvel ezelőtt már nem is nagyon próbálok visszaemlékezni rá. Vancouverben jártam, és ott egy kis félszigeten különböző stúdiók voltak, egyaránt üvegkerámia, és mint ahogy mindenki más, én például ott csodálkoztam rá, hogy hoppá, hát a kerámia művészet az több annál, mint amit úgy általában ismerünk. A tárlatot Nagy Zsuka költő nyitotta meg, aki az alkalomra írt szabad verseink keresztül igyekezett rámutatni arra, hogyan válhat a kerámia művészet önkifejezési formává. Izgalmas volt számomra, hogy tudom megfogni, hogy tudom szavakba önteni ezt a fajta művészetet. És Márti, mint ember, mint barát is nagyon fontos nekem, és ez hozzáadott egy pluszt, de igazából hozzá is adott meg mégsem, hanem igazából alkotások fogtak meg, és próbálkoztam
kivenni belőlük azt, amit tudok én a szavakból. Tehát, mint valami dzsinből így a füstjeleket kivenni belőlük, és szavakká transformálni őket. Jó, ez kicsit talán lehet, hogy általános volt, mert hogy a művészetek azok ilyenek, de nagyon megejtő ez a játszótér, amikor ilyen hatalmas építmények vannak kívül és belül, és nagyon érdekes számomra, mint költőnek, aki szavakkal dolgozik, és a lelkével, és az egész életével, hogy ide lőjetek, amikor egy kerámaművésznek technológiája van, terve van, fantáziája van, újra gondolja használati tárgyakat, játékot tesz bele, csavart tesz bele, de mégis gondolatot éget ki abból a kerámiából, berakta a szívemet az öntőformába. Gyakorlatilag az agyag az egy ugyanolyan művészeti kifejező eszköz, mint bármi más, csak nincs annyira a köztudatban. És hát különösképpen Nyíregyházán, bár mondjuk nem első alkalom, hogy kiállítok, bár ilyen nagy szabásút azt most először vállaltam be. Aki érdeklődik, vagy egyáltalán jár kiállításokra, azok azért láthatták, hogy a kerámia művészet egy picit azért már túllépett azon, amit általában azért ismerünk. Próbáltam kihasználni egyáltalán a galériának az adottságait, hogy négy teremmel lehet rendelkezni, és a kvantumok egy picit erre hajaz, hogy egyfajta ilyen részekre osztás, hogyha úgy tetszik, inkább ezt a jelentése miatt vált szimpatikussá nekem ez a kifejezés, vagy ez a szó. A konkrétumok pedig egy kicsit, hogy a munkáknak a miensége, és hogyha hozzáolvassuk a címeket, akkor remélem, hogy az konkrétan jelzi azt, hogy én mit akarok azzal kifejezni. Mert hogy több munka, persze nyilván ugye az esztétikumra azért ügyelek, de több munka kicsit túllép azon, hogy most egy esztétikus tárgyat látunk, ami formailag esetleg izgalmas vagy szép lehet, hanem több tárgynak azért jelentés tartalma is van, amit merem remélni, hogy le is jön a tárgyakból. A Kvantumok Konkrétumok című tárlatot szeptember 30-áig tekintheti meg a közönség a Nyíregyházi Városi Galériában. Meghívásos alapon rendeztek sportlövészeti versenyt Berlinben az Európai Országok Agrárminisztériumainak. Erre kapott meghívást a Tiszamenti Tájegység vezetője, Heiser Szabolcs is, aki mindenkinél jobbnak bizonyult a versenyszámokban. Vele beszélgetünk most. Szia, jó estét! Szia, jó estét kívánok a nézőknek! Hát gratulálunk szívből, azért ez egy nagyon-nagyon nagy eredmény, úgy gondolom. Büszkeséget érzel ilyenkor? Mindenképp, hát azért megyünk, hogy aztán hát, ha sikerül büszkélkednünk valami kimagasló eredménye, teljesítménye, hát ez most engem is meglepett, megmondom őszintén. Mesélj egy picit arról, hogy mikor fogtál először fegyvert, vagy milyen emlékeid vannak az első lövésről. Hát amióta két szárú nadrágot hordok, azóta én fegyvert is hordok. Édesapám hivatásos vadászként dolgozik a mai napig. Nagyapám is a szakmában dolgozott, aztán ez csak jött. És a fegyverforgatás az végigkísérte az eddigi életemet, ugye a vadászat, a sport, a hobbi, minden összefonódik, így tájegységi fővadászként is oktatok, vizsgáztatok, felkészítek vadásztanulókat az eredményes gyakorlati lövészeti vizsgákra, meg nem kevésbé a biztonságos fegyverkezelés, ami nagyon fontos ebben a műfajban, hogy
ne csak jól lőjünk, hanem biztonságosan is. Így van, hiszen hát azért mindig sajnálatos módon évről évre szinte vannak vadászbalesetek, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy megfelelő legyen az oktatás, képzés, és hát persze a fegyelem is, mert hogy azért ehhez a műfajhoz azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a fegyelem, és hát kell hozzá azért egy nagy szív is, mert ugye... Az van. És nagyon sokan azt gondolják, hogy a vadászok semmi más nem csinálnak, csak pusztítanak, de hát azért ott van a másik oldal is. Igen, ennek a szemléletváltásnak is részese lettem, mert indult az Országos Magyar Vadászkamara indítványaként egy program, hogy ismerd meg a vadászokat című indítvány, és akkor itt a fiatalságot, a gyerekeket célozzuk meg azzal a programunkkal, hogy bemutassuk, hogy a vadászok azért mennyi mindent tesznek ahhoz, hogy és nem csak a vadászható vadfajokért és velük, hanem a védett vadfajoknak az etetése, itatása tulajdonképpen vadászok által történik szinte csak és kizárólag. És nem, tehát azt a szemléletet próbáljuk eloszlatni, hogy a vadászat csak a gyilkolásról szól, itt komoly tervezés és szakmai munka előzi meg azt, hogy mikor, milyen vadfajtból és melyik egyedet ejtjük el. Szabolcs, mesélj egy picit akkor magáról, erről a versenyről, hogy kell ezt elképzelni? Hát ezt tulajdonképpen én sem tudtam hogyan elképzelni, mert belecsöppentem. Hát kezdeném az elejétől, tehát az Agrárminisztériumnak van sport egyesülete, és annak is konkrétan van egy lövészcsapata, melynek tagja vagyok. De mi itt belföldön az országos lövészeti bajnokságokon számos esetben megmérettettünk, egyre jobb eredménye, hála Istennek, a csapat erősödik, úgy látom évről évre. Aztán idén kaptam egy ilyen lehetőséget, hogy képviselhetem a csapattársaimmal a Magyar Agrárminisztériumot, és így kerültünk ki Németországból Berlinbe erre a rendezvényre, ahol ez a nemzetközi sporttalálkozónak az egyik fő attrakciójának számított a lövészbajnokság, ahol többféle fegyvernemben és feladaton kellett teljesíteni, és amitől leginkább féltem a marok lőfegyver, mert ezt én nem nagyon kezeltem korábban, azzal kezdtünk, az adott egy megnyugvást, hogy ezt sikerült megnyernem, és onnantól kezdve már jött a többi eredmény. A versenyt a golyós fegyver kezeléssel folytattuk, és nagyon nagy meglepetésemre, de még ott is sikerült az élen maradni, és további versenyszámokat rendeztek még a németek a versenyzőknek, amelyek már inkább csak ilyen egymás közti megmérettetés, de már nem értékelt versenyszámok voltak. Ott pedig továbbiakban a futóvadlövészet, a bukócélok, és sok érdekes dologgal találkoztunk még a fegyverkezelés kapcsán, de csak ez a két versenyszám számított bele, a pisztoly és a puska. Eredmények itt 15-15 eredmény, 15-15 értékelt lövés számított, és ez elegendőnek bizonyult arra, hogy összetettben is sikerült megnyernem ezt a versenyt. Lehet azt mondani, bocsáss meg, hogy igazándiból tényleg itt is minden fejben dől el. Tehát, hogyha, ahogy említetted, ugye volt egy nagyon jó kezdés, és ez akkora önbizalmat adott, hogy oda tudtad magad tenni az összes többi versenyszámon. Igen, mert akkor éreztem azt, hogy túl vagyok a nehezén. Tehát amire nem tudtam igazándiból készülni életem során, ez a marok lőfegyver. Már a golyós fegyvertől nem féltem annyira, mert egész életem során használtam, de ahogy mondtad is, nagyon jó löketet adott az, hogy túl vagyunk ezen, és sikerült. Na innentől kezdve már jöttek, a többi már adta magát. Mutasd már meg ezt a fegyvert egy picit, hogy megmutassuk a nézőknek. Ez több mint 4 kiló, 5 kiló alatt kell lenni, tehát azért hosszú távon tartani egy ilyen fegyvert, az bizony ahhoz kell karizom, ugye? Hát igen, erre készülni kell, mert a fegyver minél nehezebb, annál stabilabb, tehát nem mozog az ember kezében, viszont ahhoz tényleg szükség van valami fizikumra, hogy ezt megtartsuk. Azért is van limit arra, hogy milyen hosszú és milyen súlyú lehet, mert előnyt szerez az, akinek a fegyvere nehezebb és hosszabb, ezért vagyunk belimitálva. Tanúbizonysága a kis levonó, hogy az Európa-bajnokságon megfelelőek a paraméterek. Ez egy profi fegyver, elég borsos ára is van, de azt mondtad, hogy ettől vannak sokkal drágább fegyverek. Mondjuk én tényleg laikus vagyok, hogy milyen távolságban lehet biztosan célozni egy ilyen fegyverrel, amit most a kezedben tartasz? Hát célozni bármilyen távolságra tudok, csak találni nem.
de azt mondom, hogy ez a 4-5-600 méteres lövések ezzel a fegyverrel mai tudásunk szerint teljesen normális teljesítménynek számítanak. Segítségünkre van sok esetben a balisztikai torony és az egyéb kis kütyük, amiket ugye meg kell fizetni, és akkor ezek a fegyverek már tudják. Tehát a nagyapáink idejében ez csúcstechnikának számított. Ez most, amit a kezemben tartok, ez már annyira nem, ez már nem számít extrának. Tehát most már ott tartunk azért, hogy a stávcső magának számolja a távolsághoz képest, hogy hova kell célozni a lövőnek. Akkor nem is kell annyira jó lövőnek lenni, hogyha ennyire... Azért az elsütése nagyon sok múlik, tehát az kevés lesz, hogy azt tudjuk, hogy hova célozunk, az nagyon kevés. Tehát még az nagyon figyelni kell a testhelyzetre, az elsütés finomságra, a levegő vételre. Tehát még nagyon sok minden van, ami ez összetett egy kicsit ez. Szabi, hogyha bárhol vadászhatnál bármilyen fegyverrel, akkor hova mennél és milyen fegyver lenne a kezedben? Ez a fegyver lenne a kezemben, és sakára vadásznék. Sakára? Igen. És a világnak melyik pontján? Most éppen Afrikába készülök ilyen ügyben, de itt is van nálunk bőven, úgyhogy ha ma időben végzek, akkor talán még ma is lesz rá lehetőségem. Na hát szívből gratulálunk a sikereidhez. Éles szemet, éles elmét és nagy szívet kívánunk a továbbiakban is, és hát tolmácsold a jó kívánságainkat a vadásztársaidnak is. Nagyon köszönöm, és köszönjük. Kedves nézőink, Berlin után pedig vissza Nyíregyházára, a Sóstói Múzeum faluba, ahol a régi, hagyományos, falusi, igazán magyaros ízeket kóstolhatták meg az érdeklődők. A Tirpák Pulyák nevű csapat egyik legfiatalabb tagja is profin forgatja a krumpli lángost. Míg a lányok és asszonyok gyúrták és sodrófával nyújtották, a fiúk a sparhelt mellett sütötték a finomságot. De ők is pontosan tudták, hogyan készül. Összetörtük a krumplit, ugye ezt megfőztük, utána összetörtük krumplit törővel, összegyúrták lisztel és kinyújtották is egy. És meg meglisztezték. Az 5. Tirpák Fesztiválon azok sem maradtak éhesek, akik igazán húsos ételekre vágytak. Pince pörkölt azért, mert egy tál étel, a köret és igazából a főétel, tehát a hús az egy edényben készült el. Úgy indítottuk az egészet, hogy füstölt császárszalonnát a hagymaágyon egy kicsit megpirítottuk, nagyon finom száraz kolbásszal, és akkor utána hozzátettük először a csülköt, majd a combot, felengedtük vízzel, és akkor utána megkapta a burgonyát, a vörösbort, és igazából ennyi, ebben nincsen fűszer, az alapanyagok adták ezt az ízt. És természetesen a desszertek sem maradhattak le a fesztivál étlapjáról, például a strudli. Ez egy olajban sült, kicsit leveles tészta jellegű étel, ami tölteléktől függően édes vagy sós, lehet bele krumplit rakni, krumplis túrót, illetve lekvárt. Itt most a krumplis és a lekváros változat készül. De más hagyományos sváb ételt is kóstolhattak az érdeklődők. Langalót készítünk, ez kenyérlángos. Azt kell róla tudni, mikor kenyeret dagasztottak, és kenyeret sütöttek, és éhes volt a család, a forró kenyeret még nem vágták fel, akkor a maradék tésztából tepsibe tették, vagy csak a lapáttal rá, tejföld, otthon a lévő dolgokat, szalonna, kolbász, rákerült, egy kis sajt, és be a sütőbe is gyorsan meg tudták enni. A régi Magyarország ízei rendezvényét azért hívták életre, hogy a Sóstói Múzeum falu ezzel is eleget tegyen annak a célkitűzésnek, hogy a lehető legátfogóbban és legszélesebb körben mutassa be a régi idők hagyományait. És ezért nagyon fontos a Sóstói Múzeum falunak a küldetése, és nyugodtan mondhatom, hogy a Vármegyei Értéktárnak a küldetése is, mert valóban ezt az ősi tudást kívánjuk ápolni, és ezt az ősi tudást kívánjuk átadni majd az utánunk következő nemzedéknek, mert valóban az a régi parasztember, ő tudta azt, hogy hogyan kell a természettel együtt élni. A rendezvény több, mint egy falunap, az Árpád-kori falu rész is megtelik ilyenkor élettel. Nagyon jó fajta gyerekek. Nagyon.
sporttól a szép láncsóktól a bánatom elmúl. Idén középiskolások a vendégeink, akik középkori játékokat, ízeket, lovagi tornát és íjászatot is hoznak a múzeumfalu ezen részére is. Különlegesség ilyenkor az is, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyének etnikumait is vendégül látjuk. Ilyenkor a múzeumfalu tirpák portájára, bokortanyákból érkeznek egyesületek, akik főzik a tirpák ételeket, és természetesen a németek azok, akik aktívan jelen szoktak lenni a múzeumfaluban. Idén nyílik egy kiállítás is, amely hozzájuk kötődik, aminek a címe Hogy szottek á, haza kellett volna mennem. Ez egy sváb nótának az eleje, ami egy különleges történelmi tragédiára is utal, hiszen a Málenki robot volt az, ami a svábokat történetileg és minden téren megtörte, és azt gondoltuk, hogy ezzel mi foglalkozni szeretnénk. A Sustói Múzeumfaluban nyílik ez a kiállítás, ami egy előhírnöke annak, hogy a múzeumfalu területén reményeink szerint az a hiányosság pótolható lesz, hogy bemutatunk egy sváb portát, lakóháza, nagy hatalmas sváb csűrrel, és bemutathatjuk azt a római katolikus vallású etnikumot, aki már a 17. század óta jelen van itt a megyénkben, főleg a szatmári területeken. A hagyományok nem csak az ételekben jelentek meg a rendezvényen, hanem dalokban is, például a Bereg Daróczi asszonykórus előadásában. Kerek a káposzta, csipkés a levele, ennek a legénynek nincsen szeretője. Ha nincsen szeretője, menjen ki az erdőbe, írja fel a cserfának a csipkés levelét. Sarkon van a szeretőm háza, akár merre járok, mindig oda látok, bárcsak sarkon ne volna, hogy ne látnék én oda, szerelmes szívemnek százszor könnyebb volna. Hogy ne csak az ételek, hanem a zenei kínálat is változatos legyen, kora délután a Kelet Brass Band is koncertet adott a Sóstói Múzeumfaluban megrendezett 5. Régi Magyarország Ízei Gasztronómiai Fesztiválon. Kedves nézőink, ne menjenek messzire, a híradó után folytatjuk a víkend második részével, amiben porcelán babákról és csillagászatról is szó lesz, maradjanak velünk. Lengyelországban 56 ország részvételével rendezték meg a 16. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiát, ahová 5 magyar diák utazhatott, köztük a nyíregyházi Sarkadi Sándor, aki már itt ül a stúdióban, hogy élménybeszámolót tartson. Jó estét, szia Sanyi! Jó estét! Amikor ez a verseny zajlott, akkor még a Szent Imre Katolikus Gimnázium diákja voltál, hát azóta sikeresen leérettségiztél, és most már az ELTE-n folytatod a tanulmányaidat, amihez egyrészt szívből gratulálunk meg magához a versenyhez is. De mielőtt magáról a versenyről egy picit tájékoztatnál minket, azért mesélj arról, hogy egyáltalán hogy jött ez a szikra, hogy éppen a csillagászat, a fizika, az asztrofizika irányába vetted az utadat? Mindig is foglalkoztatott mind a matematika, mind a fizika, és aztán egyszer megkaptam az első távcsőmet, és a családnak egy jó ismerőse is csillagászattal foglalkozik, és az ő bemutatójára keveredtünk el valamikor, és innen indult az egész érdeklődése felé az irány.
Egyébként nagyon sok gyerek kap távcsövet, aztán úgy mondjuk egy-két hétig, hónapig érdekes, és aztán utána mondjuk mint ruhaállvány funkcionál a szobában, mert már nem használják, de az, akit viszont, ha mondhatom, ez beszippant az univerzum, lehet, hogy ebből a bűveletből nagyon nehéz megszabadulni, de ugye aki laikus úgy képzeli el, hogy a csillagász az egy ilyen sötét szobában ülő, nagyon öreg bácsika, aki csak kémleli az eget, a valóságban viszont most már azért eljut hozzánk egy-egy olyan cikk, amiben látjuk, hogy milyen gyakorlati haszna van tulajdonképpen ennek a fajta tudománynak. Te hogy képzeled el, milyen területre szeretnél majd specializálódni, hogyha elvégzed az egyetemet? A hobbi csillagászatot mindenképpen megtartom, azt nagyon élvezem a távcső használatot, viszont csillagászként az ember inkább már manapság a kompjúter előtt ül, leginkább ebből áll a kutatói munka, de mindenképpen szeretném magam kipróbálni ezen a pályán is, nem feltétlenül a csillagászat irányban. Az még elválik az egyetemen, hogy milyen irányba a fizikán belül, de ezzel szeretnék most foglalkozni. Gondolom láttad Leonardo DiCaprio-nak a Ne nézz fel című filmjét. Igen, igen. Mennyire volt ez szerinted valósághű? Vagy mennyire elképzelhető egy ilyen történet, ami ugye a filmben játszódott, hogy jött egy csillag, és aztán nem sikerült elhárítani, és hát gyakorlatilag elpusztult a Föld? Ha nem is ilyen nagy léptékben, de teljesen elképzelhető, az egy létező jelenség, hogy a Földbe csapódnak kisebb meteoritok. Ez mindennapos jelenség, csak sokkal kisebbek és elégnek a légkörben. De ha jól tudom, Magyarországon is foglalkoznak ilyenek megfigyelésével, és igen komoly pályaszámításokat végeznek, hogy mégis mennyire lehet veszélyes például a Földre nézve egy ilyen becsapódás. Na hát azért most egy picit ezt tegyük zárójelbe, és legyünk optimisták, és most egy kicsit nosztalgiázunk is akkor. Mesélj erről a versenyről, egyáltalán hogy zajlott a felkészülés, milyen érzés volt Magyarországot képviselni? A verseny úgy indult, hogy az Atletica Galactica válogató versenyen vettem részt, ami idén is várja a jelentkezőket. Ezek után egy 10 fős csapat került kiválasztásra, akiknek a felkészítése elindult. Különböző hétvégéken vettünk részt, majd Jászberényben egy lezáró táborban is. Itt is írtunk egy versenyt, és a verseny alapján 5 főt választottak ki ebből a 10 fős keretből, és ez az 5 fő képviselhette Magyarországot a 16. csillagászati olimpián. Gyakorlatilag ez egy csapatmunka volt? A felkészülés az mindenképpen egy csapatmunka volt. Korábbi olimpikonok és más felkészítők is segítették a munkánkat, és természetesen mi is a csapaton belül. Az olimpia azonban egyéni verseny, attól függetlenül, hogy minden ország ugye delegálhat 5 diákot, egyéni teljesítményt pontozzák. Hol végeztek a magyar diákok ebben a versenyben? Született egy ezüstérem, egy bronzérem és egy dicséret is a magyar részről. Hát azt gondolom, hogy mindenkinek gratulálhatunk. Ugyanakkor ugye felkészültetek, és ott a versenyen, ha jól tudom, akkor 5 óra állt rendelkezésre ahhoz, hogy például megoldjatok egy elméleti feladatsort. Igen, így van. 4 fordulóból állt a verseny. Az első forduló volt ez az elméleti feladatsor, erre 5 óránk állt rendelkezésre, illetve volt még egy észlelési feladatsor, amit kivételesen nem szabad ég alatt, hanem egy sötétített szobában zajlott. Volt egy adatelemzési feladatsor, és végül egy planetáriumi. Egyébként magában a csillagászatban mi a kedvenc témád, vagy a területed, vagy ami a leginkább izgatja a fantáziádat? Leginkább ebben az évben kerültem bele ilyen körökbe, és jobban látom, hogy miről szól a csillagászat. Nagyon érdekes számomra a kozmológia, az asztrofizika, de tényleg minden ilyen téma nagyon izgalmas számomra.
És egy olyan diáknak, illetve most már egyetemistának, aki azért ilyen komoly tanulmányokat folytat, és ilyen szép eredményei vannak, arra is van lehetősége, hogy mondjuk élje az életet, lehozza a csillagokat mondjuk adott esetben egy lánynak, vagy sportoljon, vagy belefér ez is az életedbe? Természetesen igen. Tavaly ugye a felkészüléssel és az érettségim mellett is sok szabad időm volt ezek mellett, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy továbbiakban is fogok tudni szabad időt szakítani, mind a saját tevékenységemre, mind bármi másra is. Na hát, Sándor, sok sikert kívánunk, és reméljük, hogy hallunk még a nevedről. Köszönjük, hogy eljöttél. Kedves nézőink, a következő percekben mi pedig Balkányba utazunk, ahol nem csak a városnapot tartották meg, de az Erős Emberek versenyét is megrendezték szombaton. Erős Embereké és a Kíváncsi Látogatóké volt a főszerep Balkány piac terén. Több versenyszámban is megmutathatták magukat a versenyzők, és azok az amatőrök is, akik csak saját képességeiket kívánták feltérképezni. Én nagyon örülök annak, hogy egyre több ilyen rendezvényt tudok szervezni a feltörekvő fiataloknak. Hát annyit jelent, hogy ugye jó magam, mint ifja Fekete László, ugye az apuja már ugye hát betöltötte a 65. életévét, ő inkább a nagyobb rendezvényeket, ugye ennek a műfajnak a VB, világkupa vagy EB, ahogy említettem, ugye apu ezeket ugye szervezi. Ugye két éve rengeteg üzenetet kaptam ugye a felvidéki, erdélyi, kárpátaljai, ugye magyar, illetve magyar ajkú fiataloktól, meg kimondottan ugye hazánk belterületén lévő magyar fiataloktól, hogy jó lenne, hogyha valaki felkorolná őket, ugye szervezze nekik olyan rendezvényeket, ahol meg tudják mutatni, hogy doping nélkül natúron, ugye hogyan lehet ilyen nagy dolgokat felemelni. Hát én ezt megtettem, tehát így határon túl, határon belül, mint például a mai nap folyamán, tehát Balkányban tudtam szervezni ezeknek a fiúknak egy olyan rendezvényt, ahol ugye őt gyakorlatban mértek össze az erejüket, tehát itt kőgolyót kellett emelni, traktorgumit forgatni, petrendszerudat tartani, láb között ugye egy fém szerkezetet kellett elvinni, ami ugye 170 kiló volt, akkor ugye egy autót kellett felemelni keretbe. Én azt gondolom, hogy elég szép számmal ugye kilátogattak a nézők, szurkoltak mindenkinek, de ezt az utat nekem ugye folytatni kell, mert számítanak rám ugye a fiúk, a résztvevő fiatalok, meg ugye az önkormányzatok, a támogatók, mindenki egyetért avval a szemlélettel, amit próbálunk átadni a fiataloknak, hogy hosszú kitartó munkával, doping nélkül lehet elérni szép eredményeket. Felvonulás részeként érkeztek a színpadra a város vezetői és a testvérvárosok polgármesterei. Isten éltesse Balkányt erőben és egészségben! Kedves balkányiak, kedves vendégek! Szeretnék gratulálni a városnak azért a rengeteg eredményért, amely az elmúlt években született. Akármilyen furcsa dolog, ez nem magától való. Ezért a közösségeink rengeteget dolgoznak, és szeretném megköszönni önöknek, kedves balkániak, és önöknek, kedves vendégeink, hogy ebben segítséget nyújtanak az önkormányzatnak. Egyben szeretném megköszönni polgármester úrnak azt a rengeteg rendíthetetlen, fáradhatatlan munkát, amit ezért a településért és a térségért is tesz. Pálosi László polgármester az eseményen jelentette be, hogy folytatná a városvezetői munkát 2024 után is. A mai napon, a város 19. születésnapján bejelentem, hogy 2024. július 9-én
biztosan elindulok polgármesternek. Arról is beszélt, hogy vannak futóberuházások Balkányban, és elnyert pályázataik is várják a megvalósítást. Mit jelent a balkániak életében ez a rendezvény? Minden évben egyre szebb és egyre jobb. Én úgy gondolom, hogy egy városnak meg kell adni azt a módját és lehetőséget, hogy egyszer egy évben megünnepelje a születésnapját. Valóban jövőre 20 évesek leszünk. Jövőre még nagyobb lesz, de igyekszünk mindig mindenkinek megfelelő programot biztosítani, kicsiknek, nagyoknak, középkorúaknak, fiataloknak. Mindenki érezze jó magát, akár balkányi, akár nem balkányi. Az ünnepség további részében városi kitüntetéseket adtak át, és köszöntötték a város legidősebb és legifjabb lakosát, illetve az idén 50 éves házassági évfordulójukat ünneplő házasokat is. Mi a titka az elmúlt 50 évnek? Megbecsülés. Hát sok munka, ez biztos igaz. Hát meg szeretet, békesség, ennyi. Mikor volt az esküvőjük? 1973. szeptember 15-én. És most az úrhoz fordulok. Ugyanilyen szép és ugyanolyan bájos, mint régen? Azt hiszem, hogy igen. Igen? Igen. Mi volt, amiben beleszeretett? Hát azt hiszem, hogy a szemébe, a mosolyába és a beszédébe. Szeptember 8-án nyílt kiállítás Nyíregyházán a Városmajori Művelődési Házban Régi és új idők babái címmel, ahol Szatmáriné Borika és Támba Virág mellett Májerné Kéki Katalin is kiállít, aki most itt van velünk a stúdióban. Jó estét! Jó estét kívánok! És hát nem egyedül érkeztél természetesen, hanem két babával, ők most az aktuális kedvencek, vagy valami miatt megérdemelték, hogy ők kerüljenek be a műsorba? Azért választottam őket, mert a babáim között két típus létezik. Az egyik a művész baba, mint például ez is, amelyiknek ismerjük az alkotóját, limitált számban készült, és általában jó állapotban szerezzük be őket, mert a gazdáik azok vigyáznak rájuk, vitrínbe tartják. A másik típus a álló baba, amelyikből sok készül, viszont olcsóbban meg lehet szerezni, nem is vigyáznak rá annyira, tehát sokszor piszkosan, rossz állapotban vásárolom meg, és például ennek a ruhája szürkés volt a sok portól, és úgy kellett helyrehozni. Azon kívül elveszett a kalapja, nem volt cipője, már én csináltam neki egy ilyen kis tiarát, hogy a kiállításra a gyerekeknek ez ilyen hercegnős legyen. Tehát ez meg azért értékes, mert a belefektetett munka teszi értékessé. Ugye nagyon érdekes ez, mert régen nyilván a kisgyerekek is porcelán babával játszottak, és hát azért ennek a játéknak ugye a játék hevében azért oda kellett figyelni a babára. Most, amikor már akkora a kínálat, hogy mindenféle baba van a piacon, úgy gondolom, hogy már igazándiból gyerekeknek nem is vesznek porcelán babát. Tehát ez már a felnőtt nagylányok játéka. Igen, ezek már dekorációs célra készülnek, de a vásárlásaim során azt veszem észre, hogy a babák, tehát a csecsemő meg a kisgyerek babákkal mégiscsak játszanak otthon a gyerekek. Tehát olyan állapotban veszem meg, hogy látom rajta a gyerekját, öltöztetgetik, vannak kiegészítők hozzá, tehát azokkal még most is játszanak. De egyébként valóban most már a funkciója a dekoráció. Hogy kezdődött a te vonzalmad a babákhoz, illetve nem is feltétlenül a babákhoz, hiszen szinte minden kislány babázik, hanem a gyűjtéshez?
Van egy antik jellegű tálalószekrényem a szobában, és azon üres volt a polc a teteje. És gondolkoztam, hogy mit kellene oda tenni. Nem akartam vázát, nem akartam tálat, ilyesmit, és akkor valahogy úgy beugrott, hogy legyen porcelánbaba. Uh-huh. És akkor felnéztem ugye az eladó oldalakra, hát nagyon tetszett, amit láttam, és be is vásároltam. De utána is nézegettem mindig, és egyre jobban beleástam magam. Ugye megismertem a híres babakészítőket, akkor mindjárt szerettem volna, hogy nekem is legyen olyan babám, amit mondjuk Mónika Levenik készített, vagy Diana Effner készített, ugye ezek a híres babakészítők, de vannak még ugye nagyon sokan. És akkor azokat kezdtem el gyűjteni. Utána pedig mindent, ami szép. Mondhatjuk azt, hogy most már függő vagy, baba függő? Igen, de szerencsére a családom is az, mert hogy másképp nem is lehetne. Megfertőztette őket, vagy? Nem. Nekik is tetszik. Nekik is, igen. A férjem az ugye nagyon sokat segít most, és a kiállítás berendezésébe ugye ezeknek nagyon nagy a súlya ezeknek a babáknak, ugye abban ő segít. A babák beszerzésében, mivel ezek általában Németországból és Svájcból kerülnek hozzám, ott a lányom segít be, tehát a család minden tagja nagyon szereti a babákat. Azt gondolom, nem csak szép, de most már ez egy nagyon értékes gyűjtemény, még akkor is, hogyha másodkézből szerzett be, hiszen említetted, hogy például a készítők által készített babák azért nagyon értékesek. A te gyűjteményedben most nem is a beszerzési árra vagyok kíváncsi, hanem amiért most eladnál mondjuk egy legértékesebb babát, tehát mennyibe kerülne? Hát, csak hogy úgy azt, nagyjából el tudjuk képzelni. Hát hogy... nekem nincsenek olyan nagyon-nagyon értékes babáim, talán 50 ezer forint körül van a néhány Donna Rubert, Denise McMillan babái, vagy a Sue Narula babája. Ezek körülbelül 50 ezer forintos értéket képviselnek. És melyik baba áll hozzád, vagy a szívedhez a legközelebb, vagy nem tudsz kivételt? Több is van. Több baba is van, tehát nem tudom azt mondani, hogy ez vagy az, vagy amaz. Most is gondolkoztam, hogy melyiket mutassam itt meg, hogy és akkor ő rájuk esett a választás, de lehetett volna még másokban is gondolkoztam. A kiállításon hány babát láthatnak a nézők? 121 babát állítottunk ki. Nem akartam, hogy túl zsúfolt legyen. Azt szerettem volna, hogyha áttekinthető, és akkor ezt így oldottuk meg Anitával, ugye azt még el kell mondanom, hogy a Város Mariori Művelődési Ház hirdette meg ezt a baba kiállítást. Demeterné Fóris Anita tett fel egy hirdetést tulajdonképpen a netre, és ott akadtam rá, hogy ő kiállítást szervezne, és vállalkozókat keres, tehát olyanokat, akik bekapcsolódának, azonnal írtam, hogy igen, én szeretném kiállítani a babáimat, és innentől kezdve elkezdtünk együtt dolgozni a művelődési házzal, Anitával, és együtt hoztuk össze a kiállítást. Álmodtátok meg ezt a csodaszép kiállítást, amit szívből ajánlunk a nézőknek. Meddig lehet megtekinteni, hogy ne késsenek? 23-áig. 23-áig. Na hát akkor ez egy remek program a hétvégére, hiszen mindaz a szeretet, energia, idő, amit te ezekbe a babákba tettél, azt gondolom, hogy egy ilyen kiállításon gyümölcsöző, hogyha kapsz egy kis visszajelzést is arról, igen, hogy milyen szépségek vannak a te otthonodban. Katika, köszönöm szépen az információkat. Én is köszönöm. Szentlátos. Kalandozzunk tovább, mégpedig a Nyíregyházi Állatparkba, ahol már látható a Gio nevű hím szumátriai tigris új párja, Szába. Őt mutatjuk meg a következő percekben.
Lopott csókkal köszönti új párját Gio, a nyíregyházi állatpark szumátrai tigrise. Szabá, a 2 éves nőstény, a közelmúltban érkezett Németországból. Alapvetően a szumátrai tigrisről azt kell tudni, hogy egy végveszélyben lévő kihalás szirénáról, alfajról van szó. A világ állatkertjében összesen 251-et található, azért nagyon fontos az, hogy ne csak bemutassuk, hanem tenyésszük őket. Gio, a hím tigrisünk már 2013 óta parkunk lakója, és korábbi években már volt egy felesége, viszont nem történt szaporulat, nem született utódjuk, úgyhogy igazából luxus lett volna őket csak bemutatni, nem tenyészteni. Ezért a faj koordinátor úgy döntött, hogy egy pár cserét eszközül. A régi nőstényünk elment egy franciaországi állatkertbe, és most érkezett hozzánk egy németországi 2 éves hölgy, a Szabak nevű impozáns megjelenésű nagymacska hölgy. A karantén időszak letelt, a friss házasok már a kifutóban ismerkednek. Amit most itt láthattunk a reggeli időszakban, az egy nagyon izgalmas pár csetelés volt, hiszen van egy reggeli rituália az állatoknak. Amit tudni kell a tigrisekről az, hogy alapvetően a hímek és a nőstények teritoriuma átfedi egymást, és egymásnak jeleznek. Tulajdonképpen messenger üzeneteket láthattunk folyamatosan, csak nem írogatnak egymásnak, hanem vizelettel és karmolással üzengetnek. Amit látok, és nagyon boldog vagyok, hogy ízzik a levegő. Ez még nem az az alkalom. Ez a fajta izzás a gondozók szerint jót jelent. Szabá még nem áll készen a nászra, de a tartózkodás után azért már csalogatja is Gio-t, aki a gondozók szerint türelmes párjával. Hetek kérdése remélhetőleg, hogy lesz párosodás, hiszen amit már láthatunk, napra figyeljük őket. Eleinte elég tartózkodó volt a nőstény állatunk, de Gio kivárta a sorát, ügyesen kerülgeti a forrókását, nem megy közelében, nem tolakszik, de most már azt is látjuk, hogy a nőstény mindenképpen figyeli minden egyes mozdulatát a hímállatnak, és már volt egy kis hempergőzés, dörgölőzés, ő is már jelzett a hímnek, úgyhogy nagyon-nagyon reménykedünk abban, hogy szumátrai tigris is fog szaporodni itt a nyíregyházi állatparkban. Alapvetően a tigrisek magányos életmódot folytató állatok, ahol a hímek tiszteletben tartják egymás területét, sosem találkoznak egymással, ugye ezt vizelettel, karmolással jelölik egymás számára, a nőstényeknek a területe viszont átfedi egymást. Tehát a hím és a nőstény tud így találkozni, arra viszont figyelnünk kell, hogyha történik párosodás, és esetleg elkezd gömbölyödni a nőstény, akkor külön kell őket választani, mert a hím csak rendezvú idejére találkozik a nőstényjel, ő nem lesz apuka, és nem fogja nevelni a kölyköket, az csak a nőstény. A dolga. Jelenleg a világon 6 tigris alfa él, a szumátrai a legkisebb, itt egy hím maximum 150 kg-os testtömeggel rendelkezik, és bárki számára könnyedén meg lehet különböztetni a többi tigris alfajtól, mert kis sörénykét visel, és szerintem egyébként a legszebb alfa is. Valószínűleg nő ő volt a gondozója, mert, és ilyen mély hangú, mint én, mert nagyon-nagyon szépen reagál rám. Amit látható, hogy a nőstény folyamatosan figyelemmel kíséri a hímállatot. Távol vannak egymástól, de azért minden egyes pillantásra figyelnek egymásra, úgyhogy reméljük hamarosan itt a nász. Kedves nézőink, ennyi volt a Weekend, szeptember 15-én. Tartsanak velünk jövő héten is ugyanebben az időpontban, újabb érdekes beszélgetésekkel és színes összeállításokkal jövünk akkor is. Én kollégáim nevében is köszönöm a heti figyelmüket, kellemes hétvégét és jó pihenést kívánok valamennyiüknek, viszontlátásra!